Sziasztok srácok, még itt este beköszönnék, ugyanis a holnapi nap folyamán nem tudom, hogy vissza fogunk-e még térni. Ugye elég sokan megnéztétek és nagyon sok like lett az előző 10 percig egy elhagyatott helyen videón, úgyhogy meg egy elhagyatott gyárba fogunk, vagyis bocsánat, holnap egy elhagyatott gyárba fogunk menni. Most ugye este még egy kicsit itt nyugiba el vagyunk Luluval, úgyhogy holnap ott találkozunk, kívánjatok sok szerencsét! Megérkeztünk a helyszínre, hát mit nem mondjuk, eléggé bíztató. Srácok, megjöttünk, ismételten 10 percet fogunk itt eltölteni. Ez azért már egy kicsit nagyobb és menőbb hely, mint a hotel, látom. Lehet, hogy ide nem megyünk be amúgy, ezt csak így kívülről megnézzük inkább. Azt kéne ott meglesni, nem Dávid? Megnézzük mindegyiket. Jó napot! Jó van. Azt a kurva. Ez egy kicsit se... LOL. Na ezek mondjuk menő néznek ki. Mennyi idő lehet egy ilyet megcsinálni, nem? Faszán néznek ki. Ez egy pár órával később sötétben, mert ijesztőbb lenne ez a hely. Bolond. Olyan, mint ott benne égne a villany. De csak így süt be ide a fény. Azt a kurva. Ez elég menő. Hát nem menő, de... A többi ilyen, ezt már tudom. Ezek már csak ilyen... Hát... romcsik. Na, az jó volt. Ez itt uncsi. Na, bejöttünk a... Főépületben. Bejöttünk a főépületben. Jó, ezek nem olyan nagy lukak. Az viszont nagy. Az, azt próbáltuk egyszer. Én ezt átugrottam. Na itt egy ugrás, Dávid. Melyiket? Nagyon menő. Ez nagyon király, srácok. Szétadom ezt a helyet. Na ez mi? Bolondoszlop. Itt is vannak amúgy fasz a graffitik, hallod? Itt is van... Attól szartam be, hogy Dávid trappolt egyet, és innen elrepült egy csomó madár. Csak ugye nem tudtam, hogy mi a szar, ezért nagyon beszartam. Cuki! Hol vagy, Megint kezdi a fosságát. Dávid! Dávid, hol vagy? Dávid! Gyere elő! Most nem tudja, hogy hol vagyunk. Az megint nem megy. Fügyörézik. Az lesz, fügyörézik mindent. Bolond! Hát majdnem. Fasz este, csak rájöttem. Ségzára. Én ide a mostani ruhámba nem megyek be inkább. Ja. Csóróék! Munkás éjjel. Na mert te aztán annyit dolgozol! Ja. Hát ja. Hogyan esett itt le? Hát elszoktatott, nagyon koncentrált, nem eszentem a közelébe a szedását. Mondjuk ez a hely, ahol most vagyunk, srácok, ez nagyon király. Ez nagyon menő! Közben, hogy ott egy működő gyár, mindjárt abba hagyom a forgást. Ott, és akkor ott a Duna. Én már csak olyan, ha nem, 4 percünk van hátra, olyan már 6-ot szerintem itt voltunk. Bolond naplemente, nagyon király ez a hely amúgy. Esküszöm nektek. Nagyon baba. Na, Dávid mindjárt kijön ott, nem tudom. Szavasz! Szavasz, nem félre kiállni. Gyere már, rugó! Ja. Ja, ugorj, ezt ugorj. Ki az megy, cső, az beugorj.
Kárnám, de nagyon nehéz átdobni ezen a négyzet. Ennyi nyomjad? Ott van! Csömpe, srácok! Itt voltunk 10 percet. Dávid, ezt már kicsit jobban bírtuk. De szerintem... most megint hazamegyünk és megint... alszunk egy jó, mert ez... nagyon durva volt ismételten. Ez azért már egy jóval nagyobb és szerintem jóval izgalmasabb környék volt. Nagyon fasza volt. Szerintem egy 450 lájkot megér, nem? Dávid megér 500, 450 lájkot? Szerintem nem, de... csapassátok. Mi a fasz? Igazából nem a barátom, ő csak eljött. Én egy imposztor vagyok. Szóval 450 lájk, tudom, hogy megcsináltok. Köszönjátok egytől a hely. Itt jártunk ma. Ki tudja, jövünk-e még ide. Na remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Természetesen srácok, ez is és az előző is nyilván megjátszott volt, tehát ebb féltünk, de azért reméljük, hogy jól érzett magatokat és tetszett nektek ez a hely, ahova elmentünk. Hogyha így van és esetleg szeretnétek még, hogy keressünk valami jó helyet, egy lájkot dobjatok, úgyhogy köszi szépen, hogy megnéztétek, további szép napot, sziasztok!